nézitek, 2.hu-t nézitek, a képen pedig az Acer Aspire 1 772G notebookot mutatjuk be. Ez egy új 17.3-as notebook Full HD kijelzővel, ami itt látható, illetve egy elég jó hardware-rel, hiszen i5-4200M van benne, 8 GB RAM, illetve itt látható, hogy ebben már az új Nvidia GeForce GT820M grafikus mag található meg, amit jelen pillanatban sem mutatott az Nvidia. Készülék hagyományos kialakítású fekete billentyűzettel rendelkezik, numerikus paddal, sztereó hangszórókkal a billentyűzet felett, illetve egy átlagos méretű touchpadet kapunk különálló egérgombokkal. Fedlap az ezüst színű fényes műanyag, ahogy látható is, illetve a gép oldalán RJ45-ünk van, VGA-nk, HDMI-nk, valamint 2 darab USB 3.0-át kapunk. Gép elején SD kártyaszlotot találunk, 4 és visszajelző ledet. Jobb oldalra pedig került egy táp csatlakozó DVD író, egy USB 2.0, illetve 2 darab audio csatlakozó. Gép hátulján, amit láthatunk, kivehető akkumulátorunk van, illetve lehetőségünk van cserélni házilag a merevlemezt, illetve a RAM-ot is. Egy Windows 8-as készülék, és belépőszint igazi gamer gépe lehet majd ezzel a videókártyával, illetve processzorral, amit külön viszont nem tudok munkában megmutatni jelen pillanatban, mert nincs olyan alkalmazásunk. De talán itt az Nvidia Control Panelen belül láthatjuk majd magát a videókártyát. Itt is látható, hogy GeForce GT820M videókártyával használhatjuk ezt a notebookot. Ez volt tehát az új generációs Acer Aspire 1 notebook a GeForce 820M videókártyával. Kövessetek minket továbbra is a Tech2-n. Sziasztok!